Hát végig sétálok Tokajon, és végig gondolom azt a 25 esztendőt, amit ott főépítészként és építészként eltöltöttem, akkor ennek az időnek a termékeként legszívesebben az egész városra gondolok, nem egy épületre. Mert mindig is a település volt az érdeklődésem középpontjában, mert azt fontosabbnak tartom, mint az egyes alkotó elemeket, az épületeket, amelyek cserélődnek az idők folyamán egy örökös struktúrába. És igazából a nagy érték az a történelmek időkben kialakult, és a földrajzi viszonyokhoz igazodó struktúra, ami belül tudnak cserélődni az egyes épületek, mint elemek. Tehát szerintem a halhatatlan a város, és ezen belül az épületek örüljenek, hogy részt vehetnek a város alakításában és a történelmében. Bodonyi Csaba építészetére az egyrészt az elemzőkészség jellemző, másrészt pedig az élet folyamatai iránti figyelem. Tehát nem a műszaki megoldás az elsődleges, az egy alap dolog, hogy természetesen annak tökéletesnek kell lenni, mint minden épület esetében. De az, hogy egy épület hogyan illeszkedik egy adott környezetnek a történetébe, és abban a konkrét helyszínbe, ez az ő igazi specialitása. Ez az, amit regionalizmusnak vagy kritikai regionalizmusnak is lehet nevezni, mert nem elsősorban a formát keresi, hanem azt a történeti, társadalmi, kulturális megfelelést, ennek az összességét, ami minden jó épületet jellemez.